az öt középbánáti község közül sehol sincs megoldva a szennyvízelvezetés, holott ez alapvető környezetvédelmi követelmény. A települések többségében még vízvezeték hálózat sincs. Valamit csináltak körülbelül, de félig van meg van csinálva. A szennyvíz az is nem jó, pedig a faluban még ott katasztrófa, ott nincsen semmi sem megcsinálva. Nagyon jól, ha mindent megcsinálnak újból, és ha még a 21. században vagyunk, és pedig az nagyon sajnos, hogy abban nincsen semmi se. Összefogással sokkal könnyebben és sokkal gyorsabban lehet megoldani a problémákat. A szennyvíztisztító rendszerek kiépítésétől függ a meg a folyó kitisztítása is. Zašto je to najveći problem? Upravo zbog zaštite životne sredine, ali i zbog dobijanja sredstava za čišćenje, izmuljivanje kanala Begej, jer dok ne zaustavimo zagađenje samog kanala, ne možemo očekivati ni sredstva za revitalizaciju kanala. A városok és községek állandó értekezlete egy projekten keresztül támogatja a helyi önkormányzatokat, továbbá a svéd kormány is biztosít eszközöket a fejlesztéshez. Követelmény azonban a lakosság széles körű bevonása a döntéshozatalba. Ono što novina u suštini u izradi regionalnog plana je pre svega uključivanje građana. Kad kažemo uključivanje građana, ne mislimo samo na pusto informisanje o tome šta će grad i ostale opštine da rade, već da ćemo uključiti u sam proces izrade regionalnog plana. A szerződést mind az öt község képviselőtestülete el kell, hogy fogadja, ezt követően nevezik ki a szakcsoportot, amely kidolgozza a javaslatot a regionális esővízgyűjtő és szennyvíztisztítási rendszer kiépítésére.